van egy ilyen mondata szintén az Ószövetségben, hogy nem jó az embernek egyedül. És valóban nem jó. Én a családban, amikor hazamegyek, azt érzem, hogy valahogy eltűnnek a munkahelyi, a más életi gondjaim, valahogy más szférába kerülök, majdnem mind a mennyország szinte. A kisgyerekem örömmel fogad, és az a mosoly, az a bizalom, ami engem vár, azt érzem, hogy szeretnek, ez nem kapom meg máshol. Szerintem így vagyunk egészek, tehát hogy mindenki arra vágyik, hogy szeressék és szeretve legyen, meg szeretni tudjon, tehát hogy ha együtt vagyunk otthon, úgy vagyunk egy egész. Tehát anélkül csak egy fél. És Istennel együtt hárman, ketten hármasban. Azt gondolom, hogy ez tényleg a legnagyobb kaland. Én nem tudok egy napot úgy felsorolni, vagy megemlíteni, hogy ne érne valami meglepetés, de azért általában ezek pozitív dolgok. Nyilván kár úgy felfesteni, hogy aztán minden nagyon szuper, és nagyon-nagyon jó minden nap, és az ember mindig nagyon kipihent, mert ez nem igaz. De összességében ez tényleg a legnagyobb kaland. A katolikus egyház tanítása szerint a család Istentől akart közösség. Benne a tagok életükkel példát mutatnak szeretetre, hűségre, kitartásra, irgalomra, együttérzésre, megbocsátásra. Mindezt persze nem lehet az ima és Isten erejébe vetett bizalom nélkül megvalósítani. És kell az is, hogy néha a különböző családok összejöjjenek, megosszák egymással tapasztalataikat, halljanak buzdítást, amelyek segíthetik keresztény életüket egyénileg és család szinten is. Ezt a célt szolgálja az évente megrendezésre kerülő családi lelkinap, amelynek idén a zalaegerszegi Mindszenty iskola adott otthont. Én mondhatnám, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk van egy közösségünk, ugye az Olajfa közösség, akikkel mi rendszeresen összejárunk, és hát gyakorlatilag ez egy családi közösség, ahol hát megosztjuk egymással az ilyen irányú dolgainkat is. A gyerekekkel is együtt vagyunk, ugye tanítjuk őket imádkozni, tanítjuk nekik azt, hogy milyen dolog Istennel együtt házasságban élni, és ez azt gondolom számunkra legalábbis rendkívül fontos, az mellett nagyon hasznos is gyerekek szempontjából. Tehát az mellett ugye lényeges, hogy amit mondunk, és csak Norbi atyára tudok megint csak visszareflektálni, hogy nagyon fontos, amit mondunk nekik, azt csináljuk is. És hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor imádkozzunk, és ne csak tőle várjuk el, hogy most az asztalnál étkezzünk, hogy imádkozzon, hanem mi is tegyük meg. Vagy hogyha úgy viszonyulunk egymáshoz, meg úgy beszélünk, meg közös imádságok, azokat megtanulják a gyerekek is, és ettől ők is úgy gondolom, hogy sokat építenek magukba egy igen erős most nem úgy nevezem, lelkiséget, ami ez nagyon jó lesz nekik visszanyúlni. A program szentségimádással vette kezdetét, majd a felnőttek előadásokon vehettek részt, a gyerekeket pedig kézműves és sportfoglalkozások, ökológiai és technológiai bemutatók várták. A kis csoportos beszélgetésekben a házasság frissen tartásáról és az ima erejéről is szó esett. Praktikákról igazából nem beszélhetnénk, mert talán az egyetlen dolog, ami ezt a köteléket össze tudja fogni, az az Úristen segítsége. Tehát ő nélküle azok a konfliktusok, amikről ugye szó van, most a mai napon is ugye azért a bűn, a saját bűnösségünkről van szó, így a videók révén házaspárok beszélgethetnek egymással ezekről a problémákról, ezeknek az okairól, és hát mivel emberek vagyunk, nyilván vannak nehézségeink, gondjaink, önmagunkra figyelünk leginkább, de hát az én érzést ugye azért a mi érzésévé próbáljuk alakítani. Nem egyszerű, szóval magunktól ez szerintem nem mehet. Az egészben a nagyszerű, hogy tényleg Istenben és Istennel vagyunk.
amikor imádkozunk, hogy is jöjjenek ezzel a ténykedésünkkel, őre is hagyatkozunk. És azt gondolom, hogy ezt mindenki maga megéli biztosan a saját életében, de erről beszélni kell, mert egymást megerősítjük azáltal, hogy a saját példánkat elmondjuk. És a hitünk, az imáink, az nem csak a mieink, hanem igazán erősítjük ezzel a saját családunkat, közösségeinket is. És gyakorlatilag ez a rövid mondani valójában összefoglalója ennek a történetnek. A mai családi napunknak a neve Családkapocs. Ez utal egy négyes szövetségre. Mindenek előtt a férj és a feleség egymás iránti szerelme. Ebből születik a család. Ez az alapja, a gyökere. A kettőjüknek azonban kell kapcsolódnia fölfelé, a teremtő felé, aki betölti őket szeretetével. Ő minden élet, minden szeretet forrása. Megerősíti a családot, túlemel a nehézségeken. A harmadik a kapocs a szülő és a gyermek között. A gyermek is rengeteget tehet azért, hogy a szüleinek az élete, a házassága örömtelibb, könnyebb, szebb legyen. És a negyedik a családok kapcsolódása egymással. Manapság egy szülő egyedül képtelen a gyerekének átadni a hit és a szeretet kincseit. Kell hozzá, hogy összekapaszkodjon más családokkal, akik hasonlóan gondolkodnak. A házaspárnak is óriási segítség, ha látja az, hogy más családok ugyanígy élnek, megküzdenek a nehézségekkel, szépen hordozzák egymás terheit, tudnak ebben kitartani, új erőt meríteni. De óriási segítség a gyerekeknek is, ha vannak hasonló légkörben fölnövő barátaik. Ilyen módon lehet a kamaszkornak a nehézségén egy gyereket átvinni. Ez a négyes kapocs az, ami megőrzi a családjainkat erősnek, szeretettelinek, megőrzi őket hűségben, odaadásban. Németh Norbert atya többek között a családok erősítéséről, a házaspárok közötti, illetve a szülők és gyermekek közötti kapcsolatról beszélt előadásában, valamint a keresztény nevelés fontosságáról. Székely János megyés püspök a Nese nevelésben betöltött szerepéről beszélt, míg Kürnyek Róbert atya az ünnepekről, a családok által helyesen megélt saját és egyházi ünnepekről tartott előadást. A tanításokat megtekinthetik Egyházmegyünk honlapján.